A spontán bűncselekmények, illetve büntettek keletkezéséről Hammer doktor a következőket írja az Új medicina hagyítéka című könyvének második kötetének negyedik fejezetében, amelynek a címe a spontán bűncselekmények, illetve a büntettek keletkezése. Szó szerint próbálom idézni, Hammer doktor azt írja, Heuréka, megtaláltam. A spontán bűncselekmények, illetve a büntettek keletkezése megmagyarázható az új medicina biológiai természettörvényei és szabályai szerint. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ebben az időben Hammer doktor a germán gyógytudományt még új medicinának hívta, ezt később kapta meg a germán gyógytudomány nevet. Folytatom. A büntetek keletkezéséről vagy létrejöttéről egy sor elmélet van. Minden eddigi csak feltevés volt. Minden elmélet valahol egy kicsit érthetőnek tűnik. Mindenkinek voltak kéznél példái, melyek úgy tűnt, hogy hihetővé teszi az elméletet. A pontos vizsgálatkor azonban az ellentétére ugyanannyi példa is észér volt. Beszéltek genetikailag meghatározott kriminalitásról, amely családilag meghatározott, amely társadalmilag meghatározott, amely pszichológiailag meghatározott, hogy csak ezeket emeljük ki, mindjárt egy sereg elmélet van a pakliban. Valójában senki sem tudott semmit. Minél inkább kialakítottunk intellektuális, pedagógiai elméleteket, és minél kevésbé feltételeztek a tisztán intellektuális tudósok intuitív és ösztönös képességeket, annál nagyobb lett az úgynevezett kriminalitás és a visszaesési aránya büntetteknél. A nota vége, hogy az úgynevezett dutyisokat, ahogy a börtönlakók vagy az őrizetesek magukat nevezik, csak többé-kevésbé őrzik rendesen. Különösen sokat beszélnek a pszichológiai nevelésről, a reszocializálásról, a társadalomba visszavezetésről és hasonlókról, de a fogvatartottak pszichikai gondozása hát körülbelül nem történik meg. A pszichológusok és a pszichiáterek együtt döntenek fogvatartott emberekről, akiket még csak nem is láttak életükben, és ezután sem fognak soha. Azt sem tudják, milyen kritériumok és milyen tudományos alapon döntsenek. A bírók ezt leegyszerűsítették, minden tisztán jó és rossz kategóriára osztottak. Különféle gonoszságokra különféle paragrafusaik vannak. Azok döntenek, akik a legkevesebbet tudják. Leginkább a bírók. Röviden az egész bűnügy egy nagy katasztrófa. Mindenféle kinyilatkoztatás elhangzott már, de egyik sem igazán arról szól, hogy a vallási, a világnézeti, a családi, a társadalmi kinyilatkoztatás, stb. Stb. De mindig jön a csak félig jogos kérdés. Tudja-e, hogy lehetne jobban csinálni? Igen, csak nem úgy, ahogy most a problémánkon tárkodnak és toldozzák, hordozzák. Itt egy kicsit változtattunk valamit, nagy csinadrattával, ott egy kicsit szépítünk, alapjába véve minden marad a régiben. Így nem. Ha az okokat tudjuk, félig tudjuk a megoldást is. Szóval, hogy is van akkor Hammer doktor bevezetője után? Hogyan tekintünk a bűnözésre? Mi az, hogy spontán bűncselekmények, és mivel lehet megmagyarázni, ismervén a germán gyógytudományt? Erről fog nekünk beszélni a ma esti házigazdánk, dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, és germán gyógytudomány terapeuta. Hogy van ez, Karesz? Hát most feltételezem, hogy vannak, akik először vannak egy webkonferencián, és rögtön a legnehezebb részbe belefogni egy kicsit nehéz. Ezért is fogok bevezetésként valamit röviden elmondani a germán gyógytudományról, mert ahogy a Hammer doktor is mondta, ha az okokat tudjuk, félig tudjuk a megoldást is. Tehát a germán gyógytudomány az a medicina, ami a valós okokat fogja megmutatni, és így fogunk tudni valós megoldásokat is eszközölni. Tehát a germán gyógytudomány atya, dr. Rieke Gerd Hammer a saját életének a tragédiáján tapasztalta meg azt, hogy hogyan működik minden biológiai rendszer, nem csak az emberi, de aztán kiderült, hogy az állatok, a növények, sőt egysejtőek is ugyanazoknak a törvényeknek az alapján
élik életüket, hiszen egész életünkben minden biológiai lény a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Hammer doktor 19 éves fia a karjai közt halt meg, és ez a veszteség konfliktus nála heredaganatot indított el. A ráklinikán való munkája során kérdezett rá a betegekre Hammer doktor, és kiderült, hogy minden egyes daganat megjelenése előtt mindenkinek volt egy nagyon drámai, váratlanul érkező, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amiben benne ragadt és magányosan élte meg. Ez a rák vastörvényének a lényege, amit a fiáról Hammer doktor DHS-nek nevezett el. A DHS annyit jelent, hogy Dirk-Hammer-szindróma, mert itt a képen a fiát, Dirk-Hammert látjuk, akit a szabolyai herceg, az olasz trónörökös, hát erősen ittes állapotban két lövéssel halálosan megsebesített. Hammer doktor 111 napig küzdött a fia életéért, majd 1978. december 7-én meghalt a karjai között. Két hónapra rá Hammer doktornak már heredaganata volt, és ez vezette el őt, ez a történet vezette el őt ahhoz, hogy felfedezze számunkra a rák vastörvényét, amiről kiderült, hogy ez az első biológiai természettörvény. Ez 1981-ben történik meg, és ebben a törvényben benne van tehát az, hogy a daganat az nem ismeretlen, nem rosszindulatú, nem genetikai, hanem mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás következménye, ami váratlanul meglepetésszerűen ért minket, és magányosan éltük meg, benne ragadtunk a konfliktusba. Ne feledjük, hogy mindig lesznek az életünkben váratlan, kellemetlen események, amelyek félelemmel töltenek el minket, de nem mindegy, hogy meddig ülünk a konfliktusban, és mennyire elszigetelten éljük ezt meg. Ez a két utolsó tényező csak tőlünk függ, és hogyha ezt megoldjuk, vagyis lezárjuk békével a napjainkat, a mai napot is, akkor a mai nap konfliktusai már nem fognak árnyékot vetni a holnapi napra. Mert mindaz, ami a lélek agyszerv tengelyen elindul, az le is áll, ha érzelmileg állítjuk le mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Ha nem állítjuk le érzelmileg, akkor a konfliktus pillanatában rögzített körülmények, azaz sinek, gondoskodni fognak arról, hogy krónikus betegek legyünk, gondoskodni fognak arról, hogy most már egy külön félelem, konfliktus nélkül is elinduljon ez az értelmes biológiai különprogram, EBK, aminek nagyon jó a megfogalmazása, megnevezése, meghatározása, hiszen értelmes minden biológiai program, ami bennünk van, hisz mondtam, minden, ami él, az élni akar, és a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Ezek biológiai programok, és külön programok, amelyek különben nem indulnak el, csak ha mi elindítjuk ezeket. Tehát nagyon lényeges kérdés fölismernünk a napi konfliktusainkat, félelmeinket, és békével lezárni a napjainkat, hogy ez az értelmes biológiai különprogram álljon le. Ha ez nem történik meg, akkor jönnek majd a krónikus betegségek. Nos, azt tudnunk kell, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, és soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én arra miként reagáltam. Ez a reagálás, ez nem úgy van, hogy megélek valamit, és gondolkodok, hogy na most vajon milyen programot kéne erre elindítani. Ez egyből, mondjam úgy, hogy csípőből indul, és mindenkinél más és más történetet fog aktiválni egy-egy konfliktus, és látni fogjuk a mai napon, hogy egyetlen megélésbe két, három, sőt négy konfliktust is képesek vagyunk elindítani, amelyeknek mind meg lesz az agy különböző részére a becsapódása, amit Hammeri gócnak nevezünk. És ezért van az, hogy senki nem tudja elmondani, hogy ki mit élt át egy adott pillanatban, és pontosan ezért nem győzöm kiemelni, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen csak ő fogja tudni elmondani, hogy abban a pillanatban mi volt a megélése.
Ezt senki más nem tudja helyette elmondani. Tehát, ha nem zárjuk le a DHS-t, vagyis a konfliktus becsapódása után nem történik meg rövid időn belül a megoldás, ideális esetben 2 perc alatt, mondjuk legyen 2 óra, de 2 napnál tovább ne húzzuk. Szóval, ha ez nem történik meg, akkor bizony lesznek kellemetlen tüneteink. A konfliktus aktív szakasz hossza az első és második függőleges vonal között, ez a kék színnel besatírozott terület, ez azt mutatja, hogy mekkora a konfliktus tömeg, amit megéltem. Tehát milyen erős a konfliktusnak az érzelmi intenzitása, és milyen hosszú ideig tartott. Ennek a területnek a nagysága gyakorlatilag meghatározza azt, hogy milyen erősek lesznek a gyógyulási folyamatok. Ugyanis a konfliktus aktív szakaszban már kapok egy biológiai segítséget arra, amit én érzelmileg nem tudtam megoldani. Amit nem tudok megoldani, azt a biológiám nem tudja érzelmileg lezárni, csak biológiai segítséget tud adni, mégpedig a sejtek és a működés változtatásával. Nos, a konfliktus aktív szakaszt mindenki megélte már, akinek volt stressz az életében, és a konfliktus aktív szakaszra szoktuk mondani, hogy stresszes az életem. Mert ez alatt az idő alatt folyamatosan emelkedik a vérnyomás, pulzusszám, megmarad a feszültség bennünk, nem tudunk nyugodtan aludni, vagy ha elalszunk, felébredünk, az embernek nincs étvágya, nem táplálkozik rendesen, lefogy, és ez alatt az idő alatt, ha ez nagyon hosszú ideig tart, akkor még bizonyos stresszhormonoknak a nagysága is, mennyisége is fokozódni fog. Nyilvánvaló mindig a megélés határozza meg, hogy mi történik a szervezetünkben. A KM a konfliktus megoldását jelenti, ezután, ha megtörtént a konfliktus megoldása, a biológiánk helyre teszi azt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünkért megtett. Nos, a konfliktus megoldása tehát nem mindegy, hogy hogyan történik meg, hogy érzelmileg, békével, megbocsátással, empátiával, elengedéssel megtörtént-e a konfliktusnak a megoldása. Esetleg megértettem, hogy egy adott körülmény mire akart engem megtanítani, és meg is tudom köszönni mindazt, ami történt velem. Utalnék itten hogyan segít a germán gyógytudomány, egészségesnek lenni és maradni. A kedvenc könyvem amúgy. Ebben a könyvben benne van már az első esettörténetben a megbocsátásnak az ereje. A lényeg az, hogy ha megoldódott a konfliktus, akkor a szervezetünk helyreállítja mindezt, tehát amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünkért elkövetett. És gyulladásos tünetek fognak megjelenni, ugyanakkor fejfájás, mert azért exszudatív fázis ez az első része a gyógyulási szakasznak, a megoldást követő szakasznak egész pontosan, mert a folyadék áramlik be a gyógyuló szövetekbe és az agyik relébe. Ez okozza a fejfájást különben. A szövetekben a gyulladás tüneteit mindenki megtapasztalta már, a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció lézá, vagyis a pirosságot, a duzzanatot, a melegséget, a fájdalmat és a működésnek a visszafogottságát, gátoltságát, de nem fogunk mindig ebbe a szakaszba maradni, ha csak el nem akasztjuk ezt a gyógyulást, ugye. A folyamat átmegy az epileptoid krízisbe, itt látjuk ezt a felfelé mutató kékszínű nyilat, aminek a lényege, hogy ez alatt az agyi központból, a Hámeri gócból kipréselődik az a folyadékmennyiség, ami oda is begyüllemlett az exudatív fázisba, megszűnik a fejfájás, és több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk, és természetesen ebben a szakaszban nagyon komoly tüneteket tapasztalhatunk meg, akár gyomorvérzést, epilepsziás, görcsrohamot, ha a mozdulat, egy mozgással kapcsolatos konfliktusunk is volt itt,
És természetesen a tüneteknek az erőssége itt csak attól fog függni, hogy mennyit ültünk a konfliktus aktív szakaszban. Vagyis a gyógyulási tüneteinknek az erőssége, intenzitása csak és kizárólag mitőlünk függ. Tudjuk-e, hogy mit kéne megoldani, azt tényleg meg is oldjuk, vagy nem. Vagy benne ülünk abban a bizonyos helyzetben, mert lehet, hogy kényelmes. Szóval a megoldás harmadik lépése a hegesedési fázis. Ismételten meleg tüneteink lesznek, ezért van ez is piros színnel jelölve, és ebben a szakaszban az extrém fáradtságot tapasztalja meg mindenki, ami azt jelenti, hogy igen, ágynyugalomra van szüksége, és nem szeretne más csak enni meg aludni. Mindezek általánosságban megfogalmazott tünetek, illetve hát leírások. Nyilvánvaló, hogy esetenként a különböző külön programnál vannak eltérések, de ha eljutunk a hegesedési fázis végére, gyakorlatilag meggyógyultunk. Azt senki ne várja, hogy egy ilyen program lefutása után mondjuk minden úgy lesz, mint volt. Igen, lesznek lenyomatai egy-egy ilyen programnak, mind az agyi relében, mind szervi szinten, de a szervezetünk azon dolgozik, hogy a működést állítsa helyre, és nem azon, hogy szépek legyünk. Például egy gyógyult mellrák, az már nem úgy fog kinézni az a női mell, mint amilyen volt a daganat elindítása előtt, ez természetesen így van. Tehát a lényeg az, hogy mindennek egyetlen oka van, ez a DHS, minden félelem egy külön történetet fog elindítani, ha négy félelmet élek meg a DHS pillanatába, akkor négy ilyen, mondjam így, grafikusan ábrázolható biológiai programot indítok el, és ezek mindig két szakaszban zajlanak le, ha eljutunk a program végéig. Nagyon lényeges dolog, hogy tudjuk, hogy ilyenkor a biológiánk mit csinál. Vagy sejteket szaporít, vagy sejteket sorvaszt, vagy működést változtat a konfliktus aktív szakaszban. A megoldási szakaszban természetesen ennek a fordítottját fogjuk megtapasztalni, vagyis a feleslegben lévő sejteket lebontjuk, mert nem tartunk el feleslegben sejteket. A lesorvasztott sejteket, amit a konfliktus aktív szakaszban sorvasztottunk, azt vissza fogjuk építeni. Ezek mind ugye gyulladásos tünetekkel járnak, és a működés változást pedig helyre fogjuk állítani a megoldási szakaszban. De ezek nem véletlenszerűen történnek, hanem az embrionális csíralemezeknek megfelelően történik minden a szervezetünkben. Hammer doktor, hogy megtalálja a miérteket, visszalapozott egészen az embriológiába, hogy ezeket a dolgokat újra gondolja, és mindenki tanulta a vizsgázott embriológiából, hogy minden szervünk, szövetünk a három csíralemezből alakul ki, amit itt láttunk a kép bal oldalán, sárga, narancs és piros színekkel, keresztmetszeti képben, tehát mintha három kis tányért egymásra tennék, és középen elvágnám, és látnám a metszetét ennek az egésznek. Tehát, és a színek utalnak is arra, hogy az bizonyos csíralemezekből mi fog kialakulni, és mi az idegi központja. Ezt látjuk ezen a képen. Tehát a sárgával jelzett belső csíralemezből eredő sejtjeinket az agytörzs, a legősibb agyi részünk fogja irányítani. A túlélésünket biztosítja, vagyis hogy legyen elegendő táplálékunk, levegőnk, vízünk, fény és hang. Ezeket falatkonfliktusoknak nevezzük, és ezeknek a megszerzését mindig az agytörzs irányítja. Nyilván először sejtet építünk, aztán a megoldásban sejtet bontunk. Középső csíralemezből a sejtjeinket, amit látjuk, két idegi központ is irányítja, a kisagy és a fehér állomány. A kisagy ide tartozik az ősagyhoz, látjuk, hogy fehérben, az alsó szinten, ott van az agytörzs mögött a helye,
Az kisagy is először sejtet épít konfliktus aktív szakaszban, vagyis az onnan kiinduló parancsokra. A hozzátartozó szövetekben elindul a sejteknek a szaporulata, hogy egészen pontosan fogalmazzak, és ezek a szövetek mindig a védelmünket szolgálják, ezért a vélt vagy valós támadások során ezek megvastagodnak. Ide tartozik az írha és járulékai, a verejtékmirigy, fagyúmirigy, ide tartoznak a burkok, hashártya, mellhártya, szívburok, és ide tartozik az emlőmirigy is, ami valójában a gondozási konfliktusnak a megoldását segíti elő. Az fehérállományhoz azok az érzéseink fognak becsapódni, amik önleértékelésről szólnak, ugyanis az önleértékelés önpusztítást jelent. És ez mindig a mozgással kapcsolatos szerveinkben fognak megtörténni, ezért látjuk itt narancssárga színnel a csontvázat feltüntetve, ugyanis a mozdulathoz a csontok kellenek, a csontokat ízületek innak kötik össze, a csontokat az izmok mozdítják el, és az izmokhoz a megfelelő tápanyagot az erek viszik, osztógyűjtő és nyirokér szükséges ehhez. A tartalékenergia a zsírszövetben van, és a kötőszövet is ide tartozik. Tehát minden önleértékelésben ezeket a szöveteket fogjuk lebontani tünetmentesen, és fájdalmasan visszaépíteni a megoldási szakaszban, ezzel a kivétel a zsírszövet. Jobb oldalt pedig látjuk a fehérállományi keresztmetszeti képet, és mellette a kisagyi keresztmetszeti képet. Felül piros színnel, piros nyillal a külső csiralemezből, vagy ektodermából származó sejtek sorsát és irányítását látjuk. Az agykéreg irányítja az innen származó sejteket. Ezekből a sejtekből lesz a kültakaró, amit mindenki lát a bőrének a felszínét, ez a kültakaró, a bőrnek a legfelszínesebb része, tehát ez ektodermális, külső csiralemezből származik, agykéreg irányítja, és az elválasztási konfliktusoknak lesz a színhelye. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, itt már ez nem... ezek a laphámsejtek, laphámnyálkahártyát hoznak létre. Bizonyos helyen a szervezetünkben nem részletezem, mert mindenről, amiről eddig beszéltem, külön webkonferenciákat lehet meghallgatni. A mai nap a birtokkonfliktusok különben egy kicsit részletezésre kerülnek. Szeretném a kedves figyelmet ajánlani a weblap jobb felső sarkában található nyilacskára való ráklikkelést, ez átvisz a YouTube csatornára, ott pedig lejátszási listákban lehet megtalálni az azonos témakörű webkonferencia anyagokat, videókat, és érdemes elmélyedni nem csak abban, amiben látszólag érintettek vagyunk, hanem azt a lejátszási listát jó lenne megnézni, és szeretném a figyelmükbe ajánlni a kedves hallgatóknak azt is, hogy érdemes többször megnézni egy videót, sőt, ha szabad javasolnom, akkor jegyzeteljék ki, hogy ez hol vonatkozik adott esetben önökre, illetve melyek azok a helyzetek, kategóriák, a szituációk az önök életében, amik erről szóltak, hiszen ez egy mélyebb szintű felismerést, integrálást jelent, és minél inkább internalizáljuk, magunkévá tesszük az anyagot, annál könnyebben tudunk bizonyos helyzeteket felismerni, esetenként kilépni és megoldani. És megoldani. Nagyon köszönöm a hozzászólásodat, Réka, mert ez valóban így van. Nem elég csak meghallani azt, hogy milyen konfliktusom mögött mi a konfliktus tartalom, hanem abba el is kell mélyedni, és meg kell keresem, hogy miért ismétlődik ez annyiszor az életünkben. A krónikus betegségeknek az okai abban vannak, hogy a konfliktusok nincsenek feloldva. Láthatjuk, hogy ha nem jutunk el a megoldáshoz, akkor egy függő konfliktus aktivitás fog kialakulni, ezt látjuk a felső sorban, nem is jutott el a megoldáshoz a program, hiszen mindegyik konfliktus aktív szakasz van, hát különböző intenzitással. A policiklikus lefolyás akkor alakul ki,
Amikor nem érzelmileg lett feloldva a konfliktus, megváltoztak ugyan a körülmények, de előfordul, hogy sínre kerülünk, és ilyenkor a sínek hatására újra és újra elindítjuk az egész programot, és az lefut elejétől végig. A függőgyógyulásnál viszont a sínek nagyon gyakran jönnek, ez teljesen tönkre tudja tenni a szervezetünket, megfordítja valójában a sejteknek a számbeli alakulását, mert egy sejtszaporítással induló program konfliktus aktív szakaszban a lebontással kéne folytatódjon, igen ám, de a lebontás itt, mivel folyamatosan újra, meg újra, meg újra beindul, egyre intenzívebb lesz, és így fognak kialakulni esetleg mondjuk divertikulózisok, ilyen elvékonyodások a vékony vagy vastag bél falában. A lényeg az, hogy itt egy állandó gyulladásos folyamat áll fenn, ez fogja jellemezni a ileitis terminalis vagy Crohn betegséget, és ha ezeket a dolgokat megértjük, ezt a három lefutást, akkor meg fogjuk érteni, hogy a krónikus betegségekre is van megoldás, és az mindig ott kezdődik, hogy keressük meg magát a konfliktust. Ebben segít a germán gyógytudomány, mert hajszálpontos választ ad nekünk arra, hogy mit is kell megoldjuk. A negyedik természettörvényben Hammer doktor leírja számunkra azt, amit senki más nem ír le rajta kívül, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, a gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, ezek csiralemezhez kötötten segítenek nekünk a helyreállításban. A mezoderma, középső csiralemez, azon sejtjeit, amelyek a vélt vagy valós támadásban és gondozási konfliktusban vesznek részt, ott a mikobaktériumok lesznek, az átmeneti alakok a segítőink, ezek a gombabaktériumok, más néven TBC baktériumok, ezek segítenek lebontani például a meldaganat felesleges sejtjeit, vagy éppen az IRHAP program által keletkezett felesleges sejteket. Az új mezodermális sejtek, vagyis az önleértékelésben, lebontott sejtjeinket a baktériumok fognak segíteni visszaépíteni, és ugyanígy a külső csiralemezből származó sejtjeinket, amit lebontottunk egy elválasztási konfliktusban, vagy ha megint női programnál vagyunk, akkor mondjuk a mészány álkahártyán lebontott sejteket úgy fogják diagnosztizálni, hogy mészájsebb, és kimutatják vajon, kit mutatnak ki? Hát a legnagyobb segédet, a humán papilloma vírust, aminek pont az a feladata, hogy segítsen visszaépíteni a lebontott sejteket. Te most ugyanarról a HPV mumusról beszélsz, amitől minden kislányos anyuka retteg? Hát ettől nem rettegni kéne, egyszerűen csak feleslegessé kéne tenni a féltékenységet az életünkben, és garantáltan a HPV vírus kimutatható mennyiségben nem jelenne meg senkinek a mészáj nyálkahártyáján, amúgy egészséges nőnek a mészáj nyálkahártyáján ott van a humán papilloma vírus. De nem tudom, hogy féltékenységre ki fog kitalálni oltást. Mert ha erre lenne oltás, akkor ez lenne az igazi megoldás. Nagyjából ennyit szerettem volna. A negyedik törvényről a Lyme-kórról szóló webkonferencianyagban részletesebben hallhatunk. A ötödik törvény teszi fel Hammer doktor munkásságára a koronát, ugyanis elmondja, hogy ez a lényeg megértésének a törvénye. Pontosan az lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy minden, amit bennünk történik, annak értelme van. Az nem ismeretlen, nem rosszindulatú, nem a biológiának a, mit tudom én, tudatlansága, vagy bármi, hogy nem lennénk tökéletesen összerakva. Ezek olyan teóriák, amelyek még soha be nem voltak bizonyítva. Viszont mindaz, amit Hammer doktor elmond, arra még senki nem talált ellenérvet, senki nem tudta még azt mondani, vagy bebizonyítani, hogy ez nem így van. Mondani sok mindent lehet, elég megnézni a szkeptikus blogokat, de hát a szkeptikusok legalább nem tanulnak mást, ők meg vannak elégedve azzal, amit ők eddig megtanultak. Ha megismernénk a
biológiai törvényszerűségeket, amelyek, mint mondtam, nem csak ránk vonatkoznak, hanem az állatokra is. Lesz rá példa a mai prezentációban. Szóval, hogyha ezt mind megértjük, akkor megértjük, hogy nem félnünk kéne, amikor éppen gyógyulunk, nem kéne abba beleélni magunkat, hogy betegek vagyunk, hanem örülnünk kellene a gyógyulásunknak, és azt elősegíteni, és nem megakadályozni. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog volna, hogy ezt így megoldjuk. Amint a bevezetőben Réka elmondta, ha az okot tudjuk, félig tudjuk a megoldást is. Ezt hallottuk a bevezetőben Hámer doktor szavaival, és ugyancsak az ő szavaival folytatjuk. Az új medicinának van némi mondani valója az okokról, függetlenül az idézőjeles jótól és az idézőjeles rossztól. Kezdjük azzal az okkal, amelyet eddig senki nem tudott. Itt a kölni Klingelpütz börtönben már a harmadik napon rájöttem arra az elvre, ami szerint a spontán büntettek lezajlanak. Szándékosan nem mondom, hogy pszichikailag lezajlanak, mert egy olyan történésről van szó, ami három szinten zajlik. Szinkronban a lélek, az agy és a szerv szintjén. Először is a bünteteket három nagy csoportra osztjuk. 1. A szándék nélkül elkövetett vétkek, például közlekedési vétségek. 2. A professzionális bűnözők, az előre megfontolt és szabályosan hidegvérrel kitervelt bűncselekmények, egy olyan tettek, amelyek gyakran hetekig, hónapokig terveltek ki, minden apró részletére kitérve. 3. Az úgynevezett spontán büntettek vagy spontán vétségek, ezek teszik ki az összes büntettek 90%-át, ha eltekintünk a kábítószertől és azzal összefüggő kereskedelmi bűncselekményektől. És ezzel a harmadik csoporttal, tehát az úgynevezett büntettekkel leggyakrabban előforduló részével foglalkozni fogok ebben a fejezetben. A spontán büntettek pedig mindig skizofrén konstellációk recidívái, amikor is a konfliktusok egyike gyakran, tartósan aktív, és a másik recidívával időközben újra, de meg is oldódhat. A következőkben a spontán bűnözők agykérgi, vagyis ektodermális skizofrén konstellációjában fogunk foglalkozni, de előtte ismerkedjünk meg a konstellációk kialakulásának folyamatával. A konstellációk tehát annyit jelentenek, hogy két szemközti agyféltekén egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan, tehát együtt zajló értelmes biológiai külön programok, amelyeknek a lényege, hogy viselkedés változás fog fellépni. Ez a viselkedés változás pedig ne feledjük, hogy a túlélést szolgálja. Az agytörzsi konstellációról beszéltem a vese kapcsán, illetve a ödémákról szóló webkonferencia anyagban. A kisagyi konstelláció az a vélt vagy valós támadások, illetve a meldaganatoknál került szóba. A fehér állományú konstelláció az önleértékelés fordítottjához fog vezetni viselkedésben, vagyis megalománia fog kialakulni, annak függvényében, hogy milyen önleértékelésről van szó. Csupán mozgásszervi, esetleg vesztességkonfliktusról, vagy éppenséggel szívről. A vesztességkonfliktus mindig a herét, illetve petefészket érinti, és ennek látjuk itten a Hámeri gócát alól a harmadik rajzon a két sárga nagy relé képében. Legszélen piros színben látjuk az agykéregről szóló térképet, agyi térképet. Kérgi konfliktusok egymás utáni becsapódása fogja megváltoztatni valakinek a viselkedését. Az agytörzsi konstellációknál nincs szó a kezességről, tehát itt ez a történet nem játszik szerepet, de a kisagyi fehérállományi és agykérgi konstellációk esetén a kezesség mindig számít,
Erről a vélt vagy valós támadásokról szóló webkonferenciában beszélek, és tudjuk jól a TAPS-teszt alapján, hogy vannak jobbkezes és vannak balkezes emberek. Ennyit bevezetőleg a továbbiak megértéséhez. Elnézést kérek, de nagyon rövidre kell fognom a konstellációk ismertetését. A birtokkonfliktusoknál külön szó van erről a részről. Ez az anyag az emelt szintű szeminárium része, tehát aki részletesen meg akar ismerkedni a konstellációk fogalmával, annak szíves figyelmébe ajánlom a dr. Budai László Károly szervezésében tartott emelt szintű képzést, és bocsánat, akkor el is mondom, hogy február 28-29 március 1-én van legközelebb Budapesten. Igen, bocsánat. Ez az egész konstellációkról szóló előadás egy egész délelőtöt vesz igénybe, úgyhogy ahhoz képest itt megpróbálom 10 perc alatt összefoglalni a lényeget, ami pontosan szükséges ahhoz, hogy választ tudjunk arra adni, hogy a spontán bűncselekmények hogyan alakulnak ki. A nagy agykérgi kortikális vagy kérgi konstellációknak a képét látjuk itt alól, tehát ez már most nem pirosban, hanem csak rajzolva, grafikusan, az agykérgi agyi metszetnek a képe, és látjuk, hogy mindkét oldalt van egy-egy konfliktus, vagy mind a kettő konfliktus aktív szakaszban, vagy mind a kettő epileptoid krízisben, vagy az egyik konfliktus aktív, a másik epileptoid krízisben. Vagyis mindig a szimpatikus idegrendszer túlsúlya az, ami jelen kell legyen az agykéreg mindkét oldalán. A nagyagykéregbe nagyon sok minden tartozik. Itt most a birtokzónákról látunk egy metszeti képet, csak azokat emeltük ki, ezekről lesz leginkább szó a mai napon. A agykéreg a birtokzónákon kívül, amint mondtam, az elválasztási konfliktusokkal is foglalkozik, és ne feledjük, hogy az akaratlagos mozgás központja is az agykéreghez kötött. A birtokzóna annyit jelent, hogy azok a konfliktusok, amelyekben a birtoknak a fogalma megjelenik. Mi is az, hogy birtok? Az, amiről azt hiszem, azt gondolom, hogy az az enyém. Vagy az, amire nekem ráhatásom van, ami a tulajdonom, vagy ami az irányításom alatt van. És vagy az, ami egészen egyszerűen hozzám tartozik. Ezért egyszerű megérteni, hogy egy nőhöz a legkézenfekvőbb birtok az a fészek és a gyermek. Tehát számára ez jelenti azt a biológiai körülményt és helyzetet, amiben neki a legtöbb dolga van. Ezért ő a fészek királynője, vagyis az a terület, ami a kerítésen belül van, az a nőnek fontos, hogy hogyan néz ki. Szerintem egyetlen férfi se fog beleszólni abba, hogy melyik virágot hova ültetjük a ház előtt a kiskertbe, sőt, arra se fog beleszólni, hogy éppenséggel a konyhában milyen csempét kéne feltenni, a csempe színének a kiválasztása mindig a nőnek a feladata, ugyanígy a fal színeknek, függönyöknek a meghatározása, valamint hát a konyha berendezése. Nyilvánvaló, hogy a nő számára nagyon, de nagyon fontos a gyermek, mint kérdés, és a szexualitás, és a női birtok zónákban látjuk a rémületfélelmet, a szexuális konfliktust, az identitás és területjelölési konfliktusokat egymás alatt baloldalt. A rémületfélelem konfliktusnál azért van két relé, mert az egyik izom, a másik nyálkahártya relé, az összes többi relé nyálkahártyát irányít. A rémületfélelem az a GG-nek az izmát és nyálkahártyát irányítja. A szexuális konfliktus az becsapódáskor a mészáj nyálkahártyát érinti, de a birtok vesztés konfliktus, tehát ha egy anya elveszíti a gyerekét, akire úgy tekintett, mint birtokára, akkor nem csak veszteség konfliktusként fogja a petefészkébe ezt lereagálni, hanem a szívkoszorú ér vénás reléjében, ami itt van ugyancsak ebben a pontban. A
Alatta találjuk az identitás konfliktust, ami a végbél nyálkahártyájának a reléje, a megoldásban jön az aranyér, és a területjelölési konfliktus a húgyhólyag nyálkahártyáját és izomzatát érinti természetesen, mert gyakrabban fogunk vizelni menni, amikor ki akarjuk jelölni a területünket. A jobb oldalon a férfias birtokzónában olyan konfliktusok tartoznak, amelyek ugye a férfiakat érintik inkább. Ide tartozik a birtokféltés, birtokvesztés, birtokbosszankodás és területkijelölés, ugyanis a férfi számára az a fontos, ami a kerítésen kívül van. Ő neki nagyon fontos a munkahelye, ha azt elveszíti, akkor nem tudja a családot ellátni, és ezért a munkahely elvesztése esetenként, nem minden esetben, de a legtöbb esetben birtokvesztés konfliktust jelent. Ugyanígy birtokvesztést jelent az is, ha a feleségét elveszíti, vagy éppenséggel a gyerekét elveszíti. Kérdés, hogy kire, mire, milyen érzésekkel viszonyulunk. A birtokféltésnek is két reléje van, épp úgy, mint a rémület félelemnek, fent az izomrelé, alatt a nyálkahártya relé, ez a hörgőknek az izmait és nyálkahártyáját irányítja, vagyis a tüdőbe a levegő levezető rendszerről beszélünk. A gyógyulási szakaszban itt tüdőgyulladás lép fel, a birtokvesztés konfliktus pedig, az a szívkoszorú ér artériáit érinti, a konfliktus aktív szakaszban angina pectoris jelenik meg, a megoldási szakaszban az infarktussal megegyező tünetek fognak megjelenni. A lényeg az, hogy ilyenkor a vérnyomás zuhan, és a szív megáll, ha 9 hónapnál nagyobb a konfliktus tömeg, amit az illetőnek már előtte meg kellett volna oldania. A birtokbosszankodás konfliktus az mindig a gyomor kisgörbületét, az epe kivezető csatornát és a hasnyálmirigy kivezető csatornáját érinti. Ezekben sejt sorvadás, visszaépítéskor pedig hát gyulladás, vérzés léphet fel. Itt lép fel a gyomor kisgörbületében a vérzés az epileptoid krízisben, és ugye a gyomorfekély a konfliktus aktív szakaszban. Az epés problémáink is arról szólnak, hogy konfliktus aktív szakaszban tágul az epe kivezető rendszer, és dől az epe a patkóbél irányába, viszont megoldásban az epileptoid krízisben a záróizmok görcse miatt elakad az epe kiáramlása, és jön a besárgulás. A területkijelölési konfliktus férfinak, nőnek egyaránt nagyon fontos, ez is a hólyagot érinti. Ennél részletesebben nem tudok ebbe belemenni, mint mondtam, egy egész délelőtön keresztül tudnám ezeket részletezni, de már az alapszintű tanfolyamon is részleteiben tárgyaljuk ezeket meg. A konstelláció, tehát azt jelenti, hogy mindkét oldalt lesz egy-egy konfliktus, becsapódás és egy-egy aktív hámeri góc. Most a hámeri gócnak a megjelenését, a becsapódását mindig a kezűség dönti el. A tapsteszt alapján ez kiderül, és a kezűség egy életen át nem változik. Az, hogy én mit éltem meg konfliktusként, ez azt fogja meghatározni, hogy egyáltalán melyik relébe fog becsapódni az adott konfliktus, de a hormonális állapot még tud változtatni az egészen. A hormonális állapotról egy fóliát majd bemutatok. Maradjunk most azzal, hogy az első konfliktust mindenki a saját nemében éli meg. A kislány kislányként, a kisfiú kisfiúként, és amikor megtörténik a becsapódás a megfelelő oldalra, akkor innentől másodfarkas lesz biológiailag megfogalmazva, vagy mondjam azt, hogy pszichikailag kasztrált lesz, vagyis nem lesz kiegyensúlyozott a gyereknek a viselkedése. Nyilvánvaló, ha a férfias birtokzónába csapódik be egy konfliktus egy kisfiúnál,
akkor ő neki a férfias viselkedése lesz lezárva, és kislányosan fog viselkedni, és ugyanez igaz a kislányokra is. Amint mondtam, az első konfliktusát mindenki a saját nemében éli meg. Itt látjuk a jobbkezes kislánynak az esetét. Az ő első szexuális jellegű konfliktusának a becsapódására a női oldal, tehát a bal oldal lesz az, ami lezár. Itt látjuk kék csillaggal a konfliktus becsapódását, és ha ez lezár, akkor ez a kislány fiúsan fog viselkedni, vagyis a fiúkkal játszik, a szobáját már rendetlenül hagyja, nem babázik, de focizik, barkácsol, és még se nem mániás, se nem depresszív, de aktív, akár úgy viselkedik, mint egy fiú. A jobbkezes kislánynak már az első konfliktus becsapódásakor elindul a fizikai szintű elváltozása is, vagyis a vállai férfiassá alakulnak, válas lesz, nem ejtett válló, mint ahogyan a nőies jellegben ez megvan. A következő a balkezes kislánynak az esete, és ez azt jelenti, hogy ő is kislányként éli meg az egész konfliktust, de a lóugrás miatt ez a konfliktus nem a női, hanem a férfi oldalra csapódik be. Hammer doktor nagyon szeretett sakkozni, és ő nevezte lóugrásnak azt a történetet, hogy nem oda csapódik be, hanem a másik oldalra. Ebből adódóan viszont ennek a kislánynak már korábban megjön a menstruációja, mint kéne, érzelmileg viszont frigid lesz. Míg a jobbkezes kislánynál a petejére is leállását okozza az, hogy a női zónába történt becsapódás nincs megoldva. A jobbkezes fiúknál a becsapódás ugyanott lesz, mint a balkezes lányoknál, a férfias oldalra csapódik be. Ez azt jelenti, hogy ha egy jobbkezes kisfiú nem engednek el a többiekkel játszani, vagy anyuka ráparancsol, hogy már pedig el kell menned az óvodába, és nincs lamenta. Innentől kezdve ez a kisfiú, a jobbkezes kisfiú konfliktus becsapódása miatt lányosan fog viselkedni, hisz látjuk, hogy a férfias oldal le van zárva, a nőies lesz a viselkedése, azt jelenti, hogy most már ő rendben tartja a szobáját, se nem mániás, se nem depresszív, de lekerekítettek lesznek a vállai, és a lányokkal szeret játszani, az anyára fog fixálni, és azt lesi, hogy segítsen az édesanyjának mindenben, házi munkában. A balkezes fiúknál ugyanaz az eset, mint a balkezes kislányoknál, vagyis nem a saját, neméhez tartozó birtokzónába csapódik be a konfliktus, hanem az ellenkező oldalra, ettől ő még fiúsabb lesz, még férfiasabb, de ez egy macsó homoszexuális viselkedés, ami nem azt jelenti, hogy olyan lesz, mint egy alfa, vagy még inkább az, hanem a viselkedése és a szexualitása is ennek a legénynek meg fog változni. Egy lényeges dolgot kiemeltem itt pirosban, hogy minden esetben elindul a konfliktus tömeg növekedése. Tehát megtörtént a DHS, a becsapódás, és elindul a konfliktus tömeg növekedése, ami viszont a második becsapódáskor fog leállni. Látjuk ezen a rajzon, hogy ha balkezes nőről vagy jobbkezes férfiről van szó a baloldali képen, és foglalt a férfias birtokzónának a reléje, a második becsapódás nem a kezességtől függ, hanem attól, hogy hol van a szabad hely. És tessék, csak is a másik oldalra tud becsapódni ez a konfliktus. Innentől jön a mérlegszabály, amit mindjárt tisztázni fogunk, amelyik konfliktus a súlyozottabb vagy sínre kerül, az az oldal zár le, és az ellenkező oldal nyilvánul meg. Itt látjuk az A-pontban azt, amikor valakinek a nőies oldalra
becsapódott konfliktusa lesz a súlyozottabb, tehát mániás lesz a viselkedése. Ha fordított a helyzet, akkor depresszív lesz a viselkedése, és a sínek meghatározzák a hangulati változást. A jobbkezes nőnek és a balkezes férfinak a női birtokzónában van az első konfliktust követően az aktív hámeri góca, tehát a második becsapódás már csak a jobb oldalra történhet meg, és itt is a sínek fogják eldönteni, hogy mániás vagy éppenséggel depresszív lesz a viselkedés. A második birtokzónás konfliktus becsapódása után, ugye, tehát a mérlegszabály lép érvénybe, vagyis a hangulati változást a sínek fogják meghatározni, de nagyon lényeges, hogy leáll a konfliktus tömeg. Tehát az első becsapódáskor elindult konfliktus tömeg, a második becsapódáskor leáll, és tovább nem fog nőni, csak ha feloldjuk a második konfliktust, és az elsőt meg nem. A hangulatváltozások ugye a mérlegszabály szerint történnek, és ezt már skizofrén állapotnak nevezzük. Egy másik nagyon lényeges dolog, hogy leáll az érzelmi fejlődés, és eznek a megnyilvánulása a baba arcnak a kialakulása. Egészen idős hölgyeket vagy urakat is láttunk teljesen gyerekes arccal. Ez annak a következménye, hogy már lezárt az érzelmi fejlődése még gyerekkorában, mert teszem azt, 12-14 évesen már a konstellált állapot kialakult, vagyis mindkét oldalon az agykéregben volt egy-egy aktív, fel nem oldott birtok konfliktusa. Ilyenkor már a balkezeseknél is kialakul a lekerekített váll a fiúknál, illetve a lányoknál a férfias váll. Mindig az utolsó konfliktus oldható meg, ezt ne feledjük el, és a hormonális változással meg megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje. Ezért lesz kellemetlen majd a klimaxban megélni a gyerekkori konfliktust. A harmadik konfliktus becsapódását a kezesség és a mérleg állása dönti el. Miről van itt szó, hogy jobbkezes férfi és jobbkezes nő esetén mindig a súlyozottabb oldalon lesz a becsapódás, és azt fogja tovább súlyosbítani. Tehát a depressziós még depressziósabb lesz, a mániás még mániásabb lesz. A balkezes férfi és nő esetén a lóugrás miatt mindig a másik oldalra fog becsapódni a harmadik konfliktus, innentől kezdve billeg a mérleg, és ezt fogják mániás depressziós korképnek elnevezni. Képekben ezt így láthatjuk. A jobbkezes férfi és nőnél tehát a mérleg állása éppen mániás, harmadik konfliktus a súlyozott helyre jön, itt van, és még mániásabb lesz. Jobbkezes férfi és nő esetén harmadik rajzban éppen depresszív a mérlegállása, a harmadik konfliktus oda jön, ahol már van, ahol súlyozottabb, és fokozódik a depresszió. A balkezeseknél, amint látjuk, pedig billeg a mérleg minden újabb konfliktus becsapódásakor, avagy amikor ezek a konfliktusok sínre kerülnek. A hormonális állapot változása az sokféleképpen létrejöhet, nem csak a klimaxszal. A fogamzásgátló tabletták, a petefészek eltávolítása, vagy a petefészek működését csökkentő fel nem oldott veszteségkonfliktus. Jön a klimax, ami egy fiziológiás dolog, és ott a kemoterápia, ami kérem szépen hát megakadályozza az egyént abban, hogy a terápia után részt vegyen a fajfenntartásban, ugyanis a kemoterápia az ivarsejtekre is hat, és senki nem vállalja be szerintem egy torszülöttnek a létrejöttét. A férfiaknál nőies magatartást fog okozni a veszteségkonfliktus, a herenekrózis, a here eltávolítás, a férfi klimax, hormonkezelés és kemoterápia.
Ilyenkor miről van szó? Megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje, és ezért lesz a megváltozott magatartás miatt nehezebb megoldani egy már férfiasan reagáló nőnek egy gyermekkori konfliktust. További részletekbe nem tudok belemenni, mert túl hosszúra nyúlik, és szeretném Hammer doktornak a eset bemutatásaival foglalkozni egy kicsit részletesebben. Az első eset történet egy 43 éves balkezes fogvatartott férfiról szól, a spontán bűncselekmények keletkezése című fejezetből, az Aranykönyv második kötetének negyedik fejezetéről beszélek, és a lényege ennek a felfedezésnek, azért ne feledjük el, hogy Hammer doktort azért, mert a tilalom ellenére mégis szóba állt beteggel, és ingyen tanácsot adott neki, ezért a köztörvényes bűnözők közé bezárták több mint egy évre. Ugyanis őt eltiltották bírósági úton a praktizálás jogától, mert nem vonta vissza esküvel a rákvas törvényét. Szóval középkori hangulatot idéző történetek ezek, de úgy látszik, hogy Hammer doktornak meg kellett járnia a börtönt azért, hogy fölfedezze mindazt, amiről itt most szó esik. Ugye a történet arról szól, hogy ez a 43 éves férfi 1977-ben még csak 14 éves, elmegy egy kirándulásra Olaszországba 3 hétre, és mikor hazaérkezik 1977 nyarán, akkor az anyját feketében találja, és megdöbbenve értesül arról, hogy az apja meghalt. Hatalmas lelkiismeret furdalása van, mert az apja már mielőtt elment volna, kérlelte, hogy ne menjen el, ne menjen el, maradjon otthon vele, de a fiú mégis elment. A rokonok is őt hibáztatják az apja halála miatt, mert úgymond az anyja az apját túlgyógyszerezte. Abban a pillanatban, mikor az anyát meglátja feketében és közli vele a hírt, 3 konfliktust is megél, az egyik egy birtokvesztés, és ugye balkezesről lévén szól, látjuk, hogy bal oldalt a szívkoszorúér véna reléjébe csapódik be ez a konfliktus. Ugyanakkor egy bosszankodást is megél, hogy amiatt, hogy mégis elment és nem maradt otthon, valamint egy tinnituszt a jobb fülben, ami azt jelenti, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ez történt velem. Jobb fülét érinti, mert az apjáról van szó, ugye az apja az partner, és a jobb fülnek bal oldalon van a hámeri góca. A birtok konfliktusoknál viszont, amikor egyszerre él meg 2 birtok konfliktust, az mind a kettő ugyanarra az oldalra fog becsapódni, ezért látjuk azt, hogy balkezesnek mind a 2 konfliktusa az ellenkező oldalra, a női oldalra csapódott be. A történetnek itt nincs vége, ugyanis ez a fiú egyfolytában kötekedik az anyjával, mert az, hogy az anyja 20 évvel fiatalabb unoköccsel már régen intim viszont kezdett, ez már a fiúnak gyanús volt, és hangot is adott neki, elég, hát, hogy is mondjam, zűrös körülmények között. Erre föl az anyja kiteszi a fiát a házból, néhány napra rá, hogy hazatér a kirándulásból. Ekkor a fiú, a 14 éves fiú, újabb konfliktusokat él meg, most már az anyjával kapcsolatosan, birtokvesztést, birtokbosszankodást, ugyanazt, mint az apja elvesztésével, és ezek természetesen már csak a másik oldalra tudnak becsapódni, és ettől kezdve lett erőszaktevő, és többször is súlyos testi sértést követ el. A fiú tudja jól, hogy amikor az anyja kitette a házból, ő azóta erőszaktevő, ezt így idézőjelben írja a Hammer doktor, biztos a fiú is ezt a 43 éves férfi ezt a kifejezést használta. Megjelennek a tünetei, vagyis van angina pectorisa, ugyanis a jobb oldali
birtokzónába, szívkoszorúér artériába történt becsapódás konfliktus aktív szakaszban mindig előhozza az angina pectoris, és alatta a gyomor epe hasnyálmirigy relé pedig előhozta nála a gyomorfekét, és természetesen a fülcsengés maradt. Amit látjuk, két konstellált állapot is kialakult, az egyik a posztmortális, alatta pedig a bioagresszív konstelláció. A posztmortális konstelláció azért alakult ki, mert mind a két konfliktust birtok vesztésként élte meg, és nem volt benne szexuális jelleg. A gyomor epe relé, illetve a végbél relének az érintettsége pedig mindig az agresszív konstellációról szól. És valahányszor aktiválódik az a konfliktus, amit ő még legelőször megélt, tehát bármilyen emlékeztető körülmény is, ami a végbél nyálkahártya relébe, vagy a szívkoszorúér vénába csapódott be, ő neki rögtön agresszív lesz a viselkedése, tehát ezért lett az, hogy ennek a fiatal embernek rengeteg története volt súlyos testi sértés miatti büntetés véget. A vétségsínek azok jönnek, mert akárhányszor egy rövid kibékülés után megtörtént egy rövid kibékülés az anyjával, az nagyon rövid ideig tartott, és jött a kötelező vita, és az anyja újra meg újra kitette a házból. Az urat Jürgennek hívják, és ahogy Hámer doktor írta, kórház éretre összetudott verni bárkit, akivel találkozott, és akár csak megpisszent, és ez ugye a biomániás konstellációból ered, tehát a vétségei mindig gyakorlatilag azonosak voltak, súlyos testi sértés miatti büntetés. Megpiszkálva az identitását, nyilván, ha valamit szóltak neki, akkor rögtön dűbe gurult. A történet kedvező fordulatot vesz, ugyanis 1996-ban házasságot köt, és ezzel megoldódik az anyjával való lakásból való kidobási konfliktusa. Nagy szerelemben él a feleségével, sajnos nem túl sokáig, csak 2 évig, és rögtön szívinfarktust kap, amit túlél. Miért éli túl? Mert az első és második birtokvesztés között kevés idő telt el, és ugyanakkor gyomorvérzése is van közben. Na most így megszűnt az agresszív konstellációja. Az asszonyt elismeri főnöknek, azt tesz, amit ő mond, és különben meg nagyon boldog, mániás, de nem agresszív. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Mondom, ez az egész állapot 2 évig tartott, viszont az apja halálával kapcsolatos konfliktusa továbbra sincs megoldva, és ez a konfliktus tömeg így 2 évig nőtt, mert feloldotta a második konfliktusát, amit az anyjával élt meg, nincs feloldva az első konfliktus, tehát annak a konfliktus aktív szakasza elkezd nőni, mert ugye csak a második konfliktus becsapódása az, ami ezt leállítja. A fék feloldódott, és a konfliktus tömeg nőtt 2 évig. És mit ad Isten, ekkor egy lopásügy miatt kerül börtönbe. Hát ez, ahogy Hámer doktor írja, új bűnelkövetés a sín minta nélkül. Tehát itt már nem egy agresszív dologról van szó, de hogy kerül egy ilyen biomániás ember egy lopásügybe? Mivel Jürgen a megszokott környezetében maradt, írja Hámer doktor, szó szerint, ugyanazokat az embereket látta, mint korábban, de a konfliktus helyzet alapján nem lépett fel többé erőszakos, tipikus cselekmény, végül is egy abszolút nem tipikus cselekmény történt, ami teljesen dilettáns módon végződött. Már korábban is dolgozott egy cégnél, ami számítógépeket gyártott. Mivel Jürgen szükségszerűen bizonyos körökben mozgott, nem maradt el, hogy egy szép napon ugye ajánlatot tegyenek nekik orgazdák, akik úgy gondolták, hogy ő végül is korábban egy bizonyos cégnél dolgozott, ott esténként állt egy teherautó teli számítógépekkel, és hát Jürgennek azt kellett megoldania, hogy az orgazdákhoz az autópálya pihenőjébe kivigye a számítógéppel megrakott teherautót. És
Jürgennek buta módon beszállt ebbe az egész történetbe, ellopja a házmestertől a kulcsot, a házmester viszont felismeri őt, erről Jürgen nem tudott, kigurul a teherautóval a cégtől egészen a parkolóig, az orgazdák még át is verik őt a megállapodott pénzzel, és mikor rövid idővel később letartóztatják, így foglalja össze, hát mégiscsak meg kellett tennem, azok vártak rám. Hát az egész ügy olyan végtelenül dilettáns, írja Hammer doktor, hogy az új medicina értése nélkül ez az intelligenciája megértése ellen volt. Úgy cselekedett, mint egy 17 éves, aki nincs is skizofrén konstellációban. A letartóztatás után Jürgent az anyja újból kidobja a házból, így megint recidiválódott az a konfliktus, amit úgymond a feleségével már sikerült feloldania, egyre a jobb agyféltekén aktiválódott, és a börtönben minden alkalommal, mikor a felesége meglátogatja, aki nagyon ragaszkodik Jürgenhez, Jürgen depresszióba esik, megsokszorozódik az öngyilkos szándéka, az egész boldog időkben, az egy-két évvel ezelőtt soha nem volt öngyilkos hajlama. Szervi panaszok ennél a kombinációnál, illetve a biológiai konfliktusok skizofrén konstellációnál viszonylag csekélyek. Úgyhogy az orvos könnyen nem is veszi észre őket, enyhe szívfájdalom, enyhe végbél tájé fájdalom, valamint a jobb fülcsengése. Hát ki gondolna ebből ilyen dolgokra, ugye? A skizofrén konstelláció által, melyben Jürgen is a legtöbb időn keresztül benne volt, alig épül fel ismeretlen konfliktus tömeg, úgyhogy a szervik panaszok mind a konfliktus aktív, mind a megoldás követő fázisban bizonyos határon belül maradnának. És jön egy nagyon lényeges dolog, ugye börtönben nincsen CT, azt írja Hammer doktor, nem áll rendelkezésre agyi CT, de CT felvételek nélkül is tudunk bizonyítékokat felhozni, hogy a leírtak szerint kell történnie a dolgoknak. 1. Balkezesnél mánia, csak a konfliktus aktív fázisban van a nőies birtokrelében. 2. A posztmortális konstelláció a konfliktus aktivitás két tényezője közül egyiként feltételezi a koronária relét. 3. Az agresszív biomániás konstelláció feltételezi a végbérrelében a konfliktus aktivitás komponense közül az egyiket. Így dolgozunk az új medicinában, írja Hammer doktor. Az agyi CT már csak akkor fontos, ha olyan dolgokat kell igazolni, amit már lelki és szervi szinten megtaláltunk, az önkontroll egy módja. Bizonyára mindnyájunknak nehezére esik olyan dolgokat, amit nekünk tanítottak, ezentúl pszichológiai módon látni, majdnem matematikailag látni, és átállni. Átállni. Igen. És még inkább nehezünkre esik az az elképzelés, hogy mint egy agresszív biomániás konstellációnak még egy biológiai értelmének is lennie kell. A biológiai értelem végül is egy két értelmes biológiai különprogram értelmes kombinációja. Ezek után nagyon nehéz azt elképzelnünk, beismerem, írja Hammer doktor, de próbáljuk meg egyszer ledobni minden világnézeti, pszichológiai és szociológiai ballasztunkat, hogy biológiailag tudjunk gondolkodni. Képzeljük el magunknak egyszer egy fiatal farkast, birtokkonfliktusokkal, mindkét nagy agy féltekén, mert kikergették a falkából, mert az öreg falkavezér farkas meghalt, és egy új falkavezér átvette a hatalmat a falkában. Ha ezt az egészet így elképzeljük, akkor megtanulhatunk biológiai módon gondolkodni. A fiatal farkasnak átmenetileg egy üres vezérfarkas helyet kell keresnie, vagy ha csak egy birtokkonfliktust tud megoldani, az egyik agyféltekéjén úgy egy idegen farkában átveheti a másodfarkas helyét, vagy magányos farkasként fog élni, és ez nagyon nehéz. Egyetlen esélye, amit az anyatermészettől kapott,
az agresszív biomániás konstelláció és a posztmortális konstelláció. Az ilyen emberek és állatok halált megvető bátorsággal keresik a halált, a mániások, azaz a balagyfélteke erősen hangsúlyosabb, és félénken depresszíven rettegnek a haláltól, ha a jobb agyféltekéjük a domináns, illetve az ottani konfliktus erősebben hangsúlyozott. Ennek a mindig kettős EBK-nak a dupla kombinációjának a biológiai értelme, tehát a posztmortális és agresszív biomániás konstelláció az az esély, hogy egyedül túléljünk. 1990-ig 49 éves Karl-Heinz W. boldog ember volt. Volt egy 25 éves fia, ő volt a kis szentje, kifejezetten boldog házasságban élt feleségével együtt, egy kicsi, de nagyon jól jövedelmező korbássütő kis büféjük volt. Az első DHS 1990-ben meghalt a felesége a büféjük közelében. Miközben a tükörjeges úton beparkolt, egészen szerencsétlenül kitörte a nyakát, és azonnal meghalt. Amikor valaki Karl-Heinzet a balesethez hívta, azzal, hogy azt hiszem a felesége meghalt, nem hitt a fülének. Mert ő tudta, hogy otthonától a büféjükig egyáltalán nem volt nagy távolság. Szinte ezzel egyidejűleg elszenvedett. Egy, birtokkonfliktust balkezesként, ami a bal agyféltekébe csapódott be. Kettő, egy elválasztási konfliktust a partner oldalon, balkezessége miatt a bal testvéren, jobb agyféltekében. Három, egy halláskonfliktust fülcsengéssel a bal fülben, központja a jobb oldalon van. Négy, egy veszteségkonfliktust here elhalással, ez fehér állományban csapódik be. Minden konfliktusa máig aktív, a felesége minden tekintetben emberileg és birtok szempontjából is pótolhatatlan volt. Ezen a fólián látjuk tehát az első konfliktusnak a becsapódási helyeit, ahol amit a feleségével élt meg, a csillagokkal. Ugye bal oldalt látjuk az elválasztási konfliktusnak a becsapódását, fölötte az oldalnézetét az egész agynak. Középen látjuk a birtok-vesztés konfliktus becsapódását, ugye balkezesről van szó, és ez tehát a női oldalra csapódott be. A halláskonfliktust jobb oldalt alól, és a veszteség konfliktust pedig jobb oldalt felül láthatjuk. A második DHS-t egy évvel későbben, 1991-ben éli meg ez a szerencsétlen ember, meghal a 26 éves fia, aki egy motorbalesetet szenved. Elgázolta egy autó. A fiú a motorral együtt háromszor bukfencezett, aztán 30 métert repült a levegőben. Itt is elszenvedette az apa egy fülcsengéssel járó halláskonfliktust a jobb fülében, amikor telefonon közölték vele, hogy a fia nagyon súlyos balesetet szenvedett, és a kórház intenzív osztályán fekszik, nem hitt a fülének. A fia 9 hónapon keresztül harcol az intenzív osztályon a halállal, az apja minden másnap meglátogatta, aztán a fiú meghalt. Ezen a dián látjuk a következő megélt konfliktusokat és azoknak a becsapódási helyét most már kék színű korongokkal. Látjuk a birtokkonfliktust, azaz a birtokvesztés konfliktust, ami ezúttal jobb oldalt az agyféltekén foglal helyet, mivel a bal oldal ugye már foglalt volt, és mivel becsapódott a jobb oldalra a koszorvér artéria reléjébe ez a konfliktus, itt is megjelenik az angina pectoris, ahogy azt az előző esetben is láttuk. Kettő, egy elválasztási konfliktus a jobb oldali apagyerek testfélen, ennek a következménye a súlyos neurodermitis és pszoriázis az egész jobb testfélen. A halláskonfliktus fülzugással az ismét becsapódik, és újabb veszteség konfliktus miatt kialakul a here elhalás. A fentnevezett konfliktusok máig aktívak, és mind abban a pillanatban kezdődtek, amikor a fia súlyos balesetéről értesítették, és nem csak annak a halálakor indult el. Összefoglalva tehát, látjuk a
mániás, depresszív, skizofrén konstellációt, túlnyomóan depresszív mérleggel. Látjuk a posztmortális konstellációt, de a jobbagyféltekés dominancia miatt itt nincs öngyilkos konstelláció. Mindkét testfélen, tehát a testének mindkét oldalán szenzoros bénulások, jobb oldalt erősebben, mint a balon, és súlyos neurodermitis, psoriázis, jobb oldalt erősebben, mint a bal oldalon. 1990 óta angina pectoris, a felesége, baleseti halála, tinnitus, és a bal fülben. Mindkét skizofrén értelmes biológiai külön program kombináció aktív. Nos, a páciens minden éjszaka ugyanazt álmodja az elhunyt felesége és az elhunyt fia társaságában. Ezek egymással és vele is beszélgetnek, néha éber álomban is. 1990-ben csak az elhunyt feleségével álmodott, egy év múlva a feleségéről és a fiáról. Amikor a fia is, akit időközben főbűnösként kikiáltottak a balesetért, 9 hónapi intenzív osztály után meghalt, a páciens teljesen kikészült, emberileg, erkölcsileg, egzisztenciálisan újra ott volt, ahol 27 évvel azelőtt kezdte, vagyis padlón. Jelenleg ez az 56 éves ember vizsgálati fogságban van, sikkasztás miatt. Skizofrén kombináció archaikus biológiai mintája és biológiai értelme a következő. Most megint egy kicsit biológiai példát ad Hammer doktor. Azt írja, ez a balmancsos, valamikor vezérfarkas, hogy a biológiai nyelvből hozzuk a példát, akitől a medvék távolétében először elragadták a partnerét, aztán a szeretett fiatal kiskanyját, akit különösen kedvelt. Következményként mániás depresszív, azaz inkább túlnyomóan depresszív. Depressziója alapján és falka hiányában számára majdnem semmi esély sincs a magányos farkasként zsákmányt fogni. Biológiailag egyetlen esélyt abban látja, hogy ételt lopjon. Tehát belekezd abba, hogy másokat kiraboljon, például egy rókát úgy, hogy annak a zsákmányát szerzi meg, a rókát elkergetve. Ez semmi mást nem tett, a páciensük csak ezt tette. A bűncselekmény aktuális fajtája, hogy a páciens biológiai értelemben mindkét futó skizofrén kombinációjának szót fogadva, azt tette, amit minden intelligens vezérfarkas tett volna, akivel mindazt megtették volna, amit a páciensünkkel, vagyis a páciens ösztönösen helyesen cselekedett. Kiemelem, hogy ösztönösen. Időközben egy vágóhídnak szállított ki hűtőkocsival félmarhákat, eközben többször egy pár félmarhát elsikkasztott és saját számlára adott el, magától értetődően speciális áron. Soha nem volt szó erőszaktevésről. Egyszerűen csak lopásról, illetve sikkasztásról, ami ebben az esetben ugyanaz. Mint mondtuk, ösztönösen helyesen viselkedett, mint egy okos korábbi vezérfarkas, akinek szintén nincs más esély a túlélésre. Szeretném megjegyezni, hogy ameddig ösztönlényként élünk, addig az ösztöneink fognak vezérelni. De ha ezen felülkerekedünk, akkor le tudjuk zárni a konfliktusainkat a becsapódás követően rövid idő alatt. Hammer doktor így folytatja. Jogi nézet szerint nem volt szüksége a lopásra, mert a bére jelentősen a létminimum fölött volt, de ő pont nem normálisan, hanem skizofrén konstellációban cselekedett. Ez itt a nagy különbség. Ez nekünk a skizofrén konstelláció és az ilyen skizofrén konstelláció kombinációinak a biológiai értelmét is jól mutatja, mivel már megint két értelmes biológiai különprogram is fennáll. Mi itt az idézőjeles jó, és mi itt az idézőjeles gonosz? De milyen bölcs vagy törvényalkotó tudhatná, hogy a mi törvényeink majdnem mind köszönő viszonyban sincsenek a természettel? Terápiás lehetőségek, még a MindStudenten Mikhen felfedezése előtt vagyunk, megjegyzem, a következőképpen ír erről Hammer doktor. Az úgynevezett pszichikai konfliktus megoldások, ahogy eddig neveztük őket, itt nagyon nehézkesek. Részben nagyon veszélyesek is. Ki adhatja egy jó apának vissza a fiát,
a kis szentjét. Minden esetre a páciens találhatna egy új élettársat, de éppen ez rendkívül veszélyes lenne, talán a bal agyféltekei első konfliktusát, felesége halálát megoldaná. Az új medicina szabályai szerint akkor a jobb agyféltekei második birtokkonfliktus, vagyis a fia halála miatti konfliktus, a bal nagy agyféltekére átugrana, mivel birtokkonfliktusként felelős agyirelé konfliktus szempontjából nézve megint szabad. És első konfliktusként ott lenne a helye ekkora fiával megért birtokkonfliktusnak. Ez az átugrás csak a birtokrelében lehetséges. Nem ugrana át az elválasztási konfliktus a szenzoros bénulással, neurodermitis szelpszoriázissal. Ez a jobb testfélen és a bal agyféltekén marad, mert egy balkezes embernek a gyermekéről van szó. Ez azért felelős agyirelé, tehát konfliktus tematikailag lekötött. A feleség konfliktust egy új partnernő minden aspektusában, birtok, elválasztási és hallás konfliktus megoldaná. Erre a feltételezett esetre megszűnne a skizofrén konstelláció. A páciensnek bal agyféltekeileg két nagy szóló konfliktusa lenne. Egy. A páciens az első birtokkonfliktus megoldásával, megoldás követő szakasz csúcspontján egy enyhébb szívinfarktust szenvedne el, ugye, a baloldali relé miatt, viszont akkor időzített bombára ülne. Mert kettő, ha neki valaha is, például az új partnernőjével még egyszer lenne egy gyereke, az ő apa-gyerek birtok és elválasztási konfliktusát egy vagy két év után megoldaná, akkor bizony a megoldás követő fázisban a hosszú konfliktus időtartam miatt elkerülhetetlenül bekövetkező szívinfarktus nem élné túl. Ettől teljesen eltekintve egy új medicinás tapasztalt orvos legelőször is csináltatna egy agyi CT-t, és ebben az esetben egy HER-et CT-t, valamint egy tesztoszteron hormon meghatározás. Erősen feltételezhető, hogy a páciensnek mindkét oldalon HER-nekrózisa van, mivel mindkét veszteség konfliktusa még aktív, ugye 1990 és 91 óta. A veszteség konfliktusok reléi mindkét oldalon a nagy agy velőállományában vannak, ez esetben a páciensnek skizofrén velőállományi konstelláció van, őrült szexuális túlértékelési érzéssel, úgy is mondhatnánk, hogy szexuális megalomániával. Egyidejűleg csökkent nemzőképességgel. Ezt is érthetjük úgy archaikus, biológiailag, hogy a falkáját vesztett valamikor vezérfarkas, még mindig arról álmodik, hogy majd megint lesz egy rendes falkája, mint az előtt. Ebben az esetben ez megegyezik a realitással, mert a páciens arra használta a lopkodással szerzett pénzt, hogy prostituáltaknál adja ki. De ha a korábbi vezérfarkas megint talál egy nőstényfarkast, akinek kisfarkasai lehetnének tőle, akkor mégiscsak belátható időn belül megint lenne egy falkája. Természetesen társadalmunk moralitásainak az ilyen viselkedés nem elfogadható, azaz bűnös vagy rossz, de biológiailag ez valójában így van. A bordélyba járás nem más, mint az anyatermészet archaikus biológiai különprogramjainak és különprogram kombinációnak ösztönös követése, hogy a falkát újra felépítsük. Egyébként a páciensnek nincs ősagy típusú hereteratómája, szövetszaporulata, aminek azért látható jelei lennének. Igen, kedves olvasók, most már magatok is láthatjátok, teljesen újra kell kevernünk a morális értékelések kártyáit. A természet archaikus biológiai programjaira az agyunk kódolt viselkedésére kell összpontosítani. Még gyorsan egy kérdés, amit közületek sokan feltehetnének. Mifelénk miért rohan annyi férfi a bordélyba? Válasz. Mivel az instabil társadalmunkban, ahol egyre több családi struktúra bomlik fel, sokan szenvednek el veszteségkonfliktust, néhány férfi agresszív biomániás konstellációja ebben a témában még plusz szerepet játszik. Egyébként egy másodfarkas, és ebből a társadalmunkban igen sok van, sem járna normál esetben bordélyba, ha csak nem egy alfához. A következő
eset. Egy Berd 47 éves jogkezes előzetes fogvatartottnak az esete, aki vizsgálati fogságban van, mert megvelt az ágyban egy bárhölgyet. A vizsgálati, az első DHS-t 1976-ban 26 évesen, vagy 76-ban, igen, 26 évesen élte meg, amikor is elvált a feleségétől és a 3 éves kislányától. Hát ugye talált 26 évesen egy fiatal, állítólag lenyűgöző partnernőt, akihez oda költözött. A 3 éves kislánya oda ment hozzá, és azt mondta, papa, gyere csak vissza hozzánk, én mégiscsak szeretlek. Ezt szíven ütöttem, mert ő is nagyon szerette a kislányát, tehát a kislányal kapcsolatban szenvedett el birtok konfliktust, birtokvesztés konfliktust és birtokféltés konfliktust egyszerre a jobb agyféltekén, ezt látjuk középen a birtokzónát jelölő középső metszeti képen. A második elválasztási konfliktus apa-lánya vonatkozásában, a jobb agyféltekében csapódik be, mert a bal testfélről van szó, és itt érintett a balkar hajlító oldala és a bal lábszár belső oldala, még motorikus részleg bénulás is az elmaradt ölelés miatt. Ezt látjuk itt bal oldalt a piros keresztmetszeti képen az elválasztási konfliktust, és a jobb oldalt a kék színnel jelzett motorikus relékben a kék csillag mutatja számunkra ezt a konfliktust, ennek jelentősége van. Az előző konfliktus azért csapódott ugye jobb oldalra, mert jobbkezes férfiről van szó. A harmadik a veszteségkonfliktus, mint az előző történetben, ami a nagyagy velőállományának jobb agyféltekéjébe csapódott, és a bal heréjét érintette. Ez a hármas konfliktus sokáig recidiválóan aktív maradt, de nem folyamatosan. Kis szívinfarktusokat okozott a mindenkori konfliktust követő megoldási szakasz. Ezek nem lettek diagnosztizálva, de a mellkasi fájdalom, az anginás fájdalom az jelen volt. Ez a hármas konfliktus nem váltott ki pillanatnyilag skizofrén konstellációt. A nagyon érdekes dolgot mond most Elhammer doktor. Az előző esetben, ugye, ahol az apa-gyerek elválasztási konfliktus volt, és volt egy birtokvesztés konfliktus, ott az első konfliktus az becsapódott a jobb oldalra, és a második is becsapódott a jobb oldalra. Ez van itt. Jobb oldali az elválasztás, jobb oldali a birtokkonfliktus, tehát a bal oldal mindkét kirgizónában szabad. Viszont az előző esetben, amit a balkezessel kapcsolatban mondtam, ott az egyik konfliktus, a birtokkonfliktus a női, a másik pedig a jobb oldali oldalra csapódott be, és ezért alakult ki a balkezesnél már az első konfliktus során a skizofrén konstelláció. A második DHS 1985-ben csapódik be, tehát pontosan 9 év múlva, ugyanis ezt a férfit, ez az álombarát nője, aki miatt a feleségét és kislányát elhagyta, elhagyja ezt a férfit, mert hogy ez a férfi megcsalta őt egy másik nővel. A nő azonnal hozzáment egy idősebb férfihoz, az feleségül is vette, és 2 gyereket is szült neki. A páciens ebben a pillanatban elszenvedte a második konfliktus sorozatot, és ezt látjuk ezen a fólián, most már ugye a kék koronggal bejelölve a következő konfliktusokat. Van egy rémületfélelem konfliktus, ez a női oldalon, bal oldalt. A bal agyféltekében, és ne feledjük, hogy ugyanakkor elszenvedett egy birtokvesztés konfliktust is, ami becsapódik szintén a nőies bal oldalra. Ez már is létrehozta a lebegő konstellációt és a posztmortális öngyilkos konstellációt nála a birtokzónában.
A partner elválasztási konfliktus az érzékelő, a szenzoros kérekben ugye létrehozza a kar hajlító oldala és a jobb lábszár belső oldalán szenzorosan, de motorikusan is az elválasztási konfliktus következményét, és a veszteség konfliktus ugyanúgy partnernője miatt a másik herét érinti. Innentől kezdve a férfi szakaszosan nagyfokú skizofrén konstellációban van. Az eset nagyon nehéz a valóságban, ha bár elméletben nagyon egyszerű. Ebben az esetben ugye kapcsolati problémákat találunk. Az emberiségünk nagy tömegének kapcsolati roncsát. Az úgynevezett kapcsolataink vannak, több, sok, néhányból gyerekek származnak, a gyerekek általában az egyik szülőnél maradnak, de nem csak a gyerekek szenvednek, hanem a gyerekek szülei is, és a szervezetünk nincs beállítva az e fajta kapcsolati roncsokra. Ebben az esetben a hármas konfliktus kezdetben soha nem volt hosszú, folyamatosan aktív. Ez viszont megváltozott az utóbbi években, amikor egy további partnernőtől 1990-ben született egy fia, Nikolász, akit ő nagyon szeretett. Nos, ez a partnernőt, a kettes számú partnernőt is elhagyta, többször, hosszabb időre, rögtön fölkerült háromszoros sínre ez az ember, egyúttal a későbbi 91-es és 95-ös szívinfarktusokat már nem lehetett nem észrevenni, tehát ebben a két évben szívinfarktusokat is megélt a megoldást követően. Az új medicinával most már mindent megérthetünk, rekonstruálhatunk, de hogy tudjuk a régi roncsot újra összeépíteni? És akkor nem lesz még több probléma? Kérdezi Hammer doktor. A közben 24 éves lánya, ugye akit 3 éves korában hagyott el, ez teljesen elfordul az apjától. A bizonyos partnernő, ugye, akiért elhagyta a feleségét, aki viszont a kapcsolatok első 7 éve után elfordult tőle, mert megcsalta, és máshoz ment feleségül, még ma is kísérti ezt a férfit. Sűrűn látja, fel is hívja a telefonon, a nő fel is ajánlotta, hogy újra lefeküdne vele. Ha a férfi az utolsó partnerével, tehát akitől a 7 éves fia van, és már közben azt is elhagyta, ha azzal lefekszik, akkor még mindig az egyes számú partnernőre, Simonra gondol, akivel olyan sokkal jobb volt. Na de a fia, Nikolász, mindig bömböl, ha az apa újra elmegy, és ezzel mindig felállítja a régi konfliktusint, amit még a lányával élt meg. Ha a férfi egy fél évig távol volt, és aztán visszatért Nikolászhoz, mindig szívinfarktusa volt. Ehhez az órát hozzá lehetett igazítani. Most végérvényesen, idézőjelben, ugye vissza akar térni Nikolászhoz, a kisfiához, és aznak az anyjához, természetes újra szívinfarktusa lesz, és remélhetőleg túléli pillanatnyi, éjszakánként lebegő állapotokról álmodik, és öngyilkos hajlamú. Egy korábbi epileptikus, illetve epileptoid rohamban, amiben abszanszot élt meg, ugye ott van az elválasztási konfliktus, ami az epileptoid krízisben abszanszal jár, vagy kisebb szívinfarktusában volt már egy autóbalesete, de nem maradt belőle jelentős károsodás, viszont azt hiszi, hogy a rohamai innen származnak. Levelet ír Gerd Hammernek. Jó reggelt, Gerd! Alig várom, hogy közölhessem, hogy tegnap mi történt vele, miután elmentél. Az egész lassan kezdődött. Először a karjai mozogtak, aztán az egész testem. Úgy, mint a lábaim és a fejem. Olyan rossz volt, hogy nem voltam ura magamnak, beszélni egészen rosszul tudtam. Aztán megnyomtam a közlekedési lámpát, és az első segélyesektől kaptam egy folyadékot. Holnap jön az orvos. Ilyesmit korábban még sohasem éltem meg. Kb. 15 perc múlva minden elmúlt, és közben semmim sem fájt. Úgy érzem, mintha megint olyan lennék, mint régen, mielőtt az autóbalesetem volt. Nem tudom leírni, hogy milyen jól vagyok most. Az egész világot át tudnám ölelni, csak azt kérdezem magamtól, hogyan lehetséges ez? Már most örülök a holnapnak, mikor mindezt közölhetem veled, Bent. Hát igen. Tehát összefoglalva még egyszer ezt a történetet, ugye volt
Időszakosan vannak függő konstellációi, amik lebegéssel járnak, posztmortális konstelláció, öngyilkos konstelláció, mániás, depresszív billegés, néha inkább mániás, néha inkább depresszív a hangulata, majdnem teljes rövidtávú emlékvesztés a két elválasztási konfliktus miatt, ugye 76-ban az apa lánya, és ugyanazon a sinen maradt az apa fia, illetve 85-ben elválasztási konfliktus a partnerével. Ha ti kedves olvasók ezt az esetet megértéssel olvassátok, akkor tudjátok, hogy ez nálunk nem mehet így mindenkinél. Ami úgynevezett társadalmunk biológiailag tájékozódásképtelen. A politikusaink és vallási papjaink úgy gondolják, hogy mindent dogmákkal, határozatokkal, törvényekkel lehet erőszakos módon szabályozni. Ez azonban nyilvánvalóan nem működött. Tanástalanná és ösztön nélkülivé válva hagyjuk magunkat vezetni, mint a birkanyáj. De az új medicina ismeretében a jövőben azt hiszem sokkal többet fogtok gondolkodni, mielőtt cselekedtek. Az új medicina megadja a biológiai alapot egy új együttéléshez. Teremtménytársaink, az állatok soha nem veszítették el ezt a biológiai alapelvet. Mi olyan buták vagyunk, hogy úgy gondoljuk, hogy őket csak a használatunkra teremtették. Nézzünk csak rá a delfinekre, akik sokkal intelligensebbek, mint mi. Aztán meglepődve megállapítjuk, hogy az intelligencia és az ösztönösség egyáltalán nem zárják ki egymást. Mi az intelligenciának csak a gond oldalát találtuk meg, az úgynevezett intellektualitást. Azt gondoltuk, hogy mi felsőbbrendűek vagyunk. Az ellenkezője az igaz. A delfinek például magas intelligenciájuk nagy részét kommunikálásra és együttélésük optimalizálására használják fel. Ebben az esetben sürget minket a kényszerítő szükség, hogy a Homo sapiens újra figyelembe vegye, felfogja és megtanulja archaikus biológiai szabálykörét. Ezt nem lehet dogmákkal és törvényekkel szabályozni. Ezt az anyatermészet már rég szabályozta. Nekünk viszont újra meg kell tanulni a természet nyelvét magunk körül, és magunkban meghallani. Milyen szép gondolatok ezek, és mennyire jó lenne ezt a hétköznapokba alkalmazni. Mennyire jó lenne a kommunikációnk valóban az együttműködésről szólni, és nem a megosztásról. Nem azt keresnénk egymás szavaiban, hogy hol különbözünk, hanem hogy mi a hasonlóság, és hogyan tudnánk egymást segíteni egészséges és tudatos élet megélésére. Igen, a szívtől szívig kommunikáció elejét veszi annak, hogy a konfliktusok, hát hogy is mondjam, a kialakult konfliktusok sokáig megmaradjanak. Mert ha mindent megbeszélünk, ha minden feszültséget le tudunk zárni a lelkünkben, és a mai napot is békével tudjuk lezárni, akkor ilyen dolgokra nem kell számítanunk. A tudatos embernek az pontosan a lényeges vonása, hogy felismeri ezeket a helyzeteket, és rövid időn belül le is zárja. Nos, én úgy gondolom, hogy a mai nappal is sikerült egy kicsit hatni arra a gondolkodásra, ami hát ismerik be, hogy egyáltalán nem biológiai. És mivel nem biológiai a gondolkodásunk, ezért gondoljuk azt, hogy különböző külső körülményektől függnek a betegségek, a nemtől, a kortól, etnikai hovatartozástól, testnömegindextől, dohányzástól, stb. Ezek nem igazak. Láthattuk, hogy az úgynevezett betegségek függnek a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, a konfliktus aktív szakasz hosszától, a sinektől, és nyilván, hogy ha az egyes külön programok ismeretével felismerjük az okokat, a tüneteket, ezzel együtt valós megoldást kezdhetünk a gyógyulásunk érdekében. De mint említettem, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Az érzelmileg megrázó konfliktusok feltárásával, megoldásával valóban az okokkal fogunk foglalkozni, és nem a következményeket fogjuk kezelni egy életen át.
És tényleg tudomány a germán gyógytudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, és ez nem jellemző a mai tudományra, mármint a mai medicinára. Nem statisztikán, nem állatkísérleten nyugszik, és ezekre nincs is szükség. A statisztika nem egy biológiai módszer. Jó a közgazdaságtanban, jó az akármilyen kimutatásokban, de nem fogja a statisztika a biológiai törvényeket megérteni. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Ha megoldom a konfliktusom, meggyógyulok, ha nem oldom meg a konfliktusom, nem gyógyulok meg. Ez ennyire egyszerű. Nem statisztika fogja eldönteni, hogy nekem hány konfliktusom lesz, hanem az én megélésem az, ami ezt eldönti. A legjobb megelőzés tehát érzelmileg megoldani a DHS-t minden nap, és akkor nem fogunk betegedni és szenvedni egy életen át.